Az utolsó adag pihent földet is a helyére öntik a munkások Újfehértó belterületén. Érkezik a vödör víz is a frissen ültetett díszcseresznyéhez, majd megkapja a dekorkavics réteget. Ez a fa is az évtizedek óta tartó fásítási program része a városban. Tavaly a temetőben, illetve a közterületeken összesen közel 400 fát ültettünk el, idén tavasszal pedig már 300 fánál járunk, és még nincs vége, hisz most tavasszal és ősszel is még szeretnénk ezt folytatni, illetve szeretnénk majd a kormányzat által megkérdetett fásítási programban is részt venni, amelyre egyenlőre még csak 10 000 fő alatti települések pályázhattak, de van egy alapítvány, amelyen keresztül 10 000 fő feletti településeken is nyílik erre lehetőség. De vettünk egy gyors számítást, csak ugye közel 700 fát ültettünk el, Újfehértó lakosság száma közelíti a 14 000-et, ami azt jelenti, hogy 1000 emberenként 50 fát ültettünk. És a folyamatnak még nincs vége. Ebben a faiskolában nevelkednek a közterületi ültetésre szánt facsemeték. Jelenleg is 8 féle fából közel 500 darab nevelkedik. Ezek későbbi elültetéséhez azonban összehangolt munkára lesz szükség. A fő cél, hogy tovább ültetni, következő hullámba cserésíteni fogunk, és azt is civil erőforrásból. Nyilván az önkormányzat nélkül nem megy, mert nem tudjuk, hol a vezeték, meg ugye nincsenek közmunkásaink, meg ma már nem lehet úgy megmozgatni a civileket, mint annó ezelőtt 30 évvel, és az én tapasztalatom az, hogy a szándék fontosabb, mint az anyagiak. Ha valamit elszánunk, ahhoz lehet találni megoldást is. Legfeljebb nem lesz olyan kuriózum az a megoldás, de valamilyen megoldást lehet találni. De nem csak a vezetékek jelenthetnek problémát. Újfehértó belterületi úthálózata 80 km hosszú, a közművek miatt azonban korlátozott a fásítási lehetőség. És vannak olyan lakók is, akik az ősszel lehulló faleveleket ellenségnek tekintik, és problémát jelent számukra ezek eltakarítása. Ezzel kapcsolatban már egyeztettünk a hulladékgazdálkodási társulással is, hogy ősszel majd zöld hulladékgyűjtést is szervezünk a városban, hogy ne legyen az, hogy mi elültetjük a fákat, és szegény lakosoknak kell a falevélre bíbelődni, úgyhogy ebben is partnerek leszünk a lakosság irányába, illetve vannak még olyan kisebb parkjaink, most épül, ugye vannak beruházásaink is a városban, nagyon sok beruházás zajlik, és még lesz is a közeljövőben, amelyeknél szintén szempont volt az, hogy a fákat ültessünk, illetve a meglévő fáinkat őrizzük meg. A sportcentrum parkolójában is megőrizték a régi fenyőt, jelenleg még csak ez ad árnyékot. Az önkormányzat saját forrásból közel 20 kőris és hársfát ültetett ide ősszel. 10 év múlva már ezek is félárnyékot biztosítanak majd a parkoló autóknak. Ezen az utcán hamarosan kerékpársávot alakítanak ki, a kivitelező cég által felajánlott 23 gömbkőris pedig már el is ültették. Máshol is figyelnek a bringások hűsítésére. Ők még a tűzön napon tekernek a debreceni úton, de látható, hogy a kerékpárút mindkét oldalára rengeteg fát ültettek. Itt 20 tatárjuhar, 20 gyertyán és 20 cseresznye biztosítja majd a jövő generációjának az árnyékot és a tiszta levegőt.